Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt az e-cigi tesztek. Ebben a videóban ezzel a dobozzal fogunk megismerkedni. Nézzük meg, mi van benne. Nézzük akkor ezt a dobozt, mit rejt. Ez bizony nem más, mint egy Kaiful klón. De mielőtt ezzel megismerkednénk, azért azt érdemesnek tartom szem előtt tartani egy klón ismertetőjénél, illetve megemlíteni, hogy ha pozícionáljuk valahova, akkor azt tudjuk a helyén kezelni. Tehát ez jelen pillanatban egy körülbelül 16 ezer forintos készülék, és nem titkolt szándékom az, hogy összehasonlítsam az eredeti tesójával, ami egy 3.1-es Kaifun. Ez nem klón. Ez viszont 47-48 ezer forint körül mozog a videó elkészítésének pillanatában. Ez pedig nem kevés, tehát gyakorlatilag ebből a klónból 3 darab kijön, de hát valamit valamiért, megnézzük, hogy mit tud esetleg kevésbé jobban teljesíteni a gyárihoz képest. Nézzük akkor, hogy mi van a dobozban. Első és legfontosabb, itt van ez a test, amit most én már kicseréltem, de gyárilag ezzel a fém palástal érkezik, és akkor itt már el is jutottunk idáig, tehát akkor van hozzá egy választhatóan egy műanyag, ez fontos megjegyezni, hogy ez plexi, ilyen homokfúvott kinézete van a történetnek. A belátást ezt azért nagyban befolyásolja, illetve itt van ez a... Mi van még a készletben? Van a készletben egy kis csavarhúzó, amivel állítani fogjuk tudni. Az egyik vége az egy csillag, a másik pedig egy sima csavar, húzófej, lapos. Készletben van még egy darab drip tip, ami egészen olyan, mintha 5-10-es lenne, de majd kiderül, hogy mégsem. Kis zacskó van, kis ellenállás húzal. Pótcsavarok és ógyűrűk tömkelege. Itt van egy kis konverter, ezt majd megnézzük, hogy mihez és hogyan tudjuk használni. És van benne, ha jól nézem, ez szilikát fonal. A dobozt ezzel is rakhatjuk. Nézzük meg, hogy összehasonlítva ezt a kettőt, mi a legfontosabb különbség a klón és az eredeti között. Tegyük rá akkor a drip tippet, hogy kb. Ugyanúgy nézzenek ki. Ne tévesszem meg senkit, hogy itt a fekete ógyűrű kilátszanak, csak a dobozban van így, illetve hát könnyebb széttekerni, mint ha teljesen kopra összehúznám, majd látni fogjátok a videóban, hogy tökéletesen így el fognak tűnni az illesztési hézagok is. Tehát akkor kezdjük alulról. Mind a kettő szabvány 5-10 csatlakozóval, állítható középérintkezővel érkezik. Az eredetinél látjuk itt a Soyemesto logóját. Hála Isten, ez egy olyan klón, ami bevallottan klón, és nem próbálja sem utánozni ilyen szinten, hála Istennek, a történetet, tehát nem találunk rajta mindenféle kamu logókat. Ezt a szintű másolást én már nem preferálom. Eladáskor is csak probléma lehet belőle szerintem, hogy most akkor ez eredeti, vagy klón, vagy mi a túró. Ez egy klón, ezt tudni kell, el kell fogadni, kész. Ahogy nézzük, itt az eredetinél egy kis golyós betöltő csavart látunk. Állítok a fókuszon egy pillanat. Ha meg lesz,
Igen. Tehát itt egy golyós betöltő nyílást látunk, itt a levegőzőcsövet, itt pedig a levegőzőcső állítóját, amit egy kis csavarral tudunk állítgatni. Nézzük meg a klónt. A klónnál nincsen golyós csavar, egy sima hernyócsavar van, amit kitekerünk, és akár egy fecskendővel is meg tudjuk tölteni, hogyha épp az van kéznél. A levegőző furat és ugyanúgy egy hernyós csavar, mint a másiknál, amivel a levegőzésnek a levegő mennyiségét tudjuk pontosabban állítani. Egyébként a kettő ugyanúgy néz ki, tehát csak ez a kis hernyócsavar a különbség. Itt rámentek a spórolásra, és igazuk is van. Egyszerűbb is tölteni, nem kell hozzá speciális fecskendő vagy töltőflaska, egy injekciós tűvel is meg lehet tölteni. Egyébként, ha megnézzük a kettőt, a test kopra majdnem ugyanaz, még ami különbséget láthatunk, az itt a felső lezáró elemnél látszik, az eredeti ez, itt egy enyhe lecsapást látunk itt az élénél, a klónnál pedig csak simán le van szúrva, és ennyi. Egyébként, ha megnézzük, itt ugye az eredetinek a csatlakozóját, az egy 701-es csatlakozó. Ezt fájlalom is, hogy... bocsánat, nem kapja el. Ezt fájlalom is, hogy nincs benne a klónban. A klón az egy egyszerű drippel csatlakozik, viszont ha megpróbálunk egy bármilyen másik, mondjuk egy teljesen egyszerű 5-10-es drippet belerakni, ez bizony nem fog belemenni, és ilyenkor jön el az értelme ennek a kis átalakítónak, ezt ide rárakjuk, és így már tökéletesen bele tudjuk pattintani a kedvenc drippünket, viszont ez plusz egy toldalék, amit esetleg magunknál kell hordani. Úgyhogy én ezt nem is használtam. A gyári csatlakozójával így nézett ki a történet. Érdemes még megnézni, az maga a kazán tér. Ez a megszólalásig hasonlít az eredetire, mind kidolgozásában, mind anyaghasználatában. Nekem semmi bajom nem volt vele, egyébként nagyon szuperül tette a dolgát. Illetve pozitívum volt számomra a kis kollektor tank, vagy tartály. Itt ennél a résznél tudjuk a belső, bocsánat, átnyúlok, ennek a belső levegőző csőnek a magasságát állítani, tehát hogyha én ezt kijebb vagy bejebb tekerem, akkor a levegő cső feljebb vagy lejjebb állítható kismértékben. Ez szuper kis megoldás ennél a kazánnál. És akkor most nézzük meg, hogy milyen beüzemelni ezt, és utána mondjuk ki a verdiktet rá. Első legyen az, hogy ezt én most egy papír segítségével ráhúzom, nem lesz nekem szükségem a kollektor tartályra, úgy is van, és szépen a közép érintkezőt visszatekerem. Úgy négy kb. Jó is lesz. És akkor nézzük, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Én tekeréshez ehhez a kazánhoz 3 mm-es üvegszálat fogok használni. Abból is körülbelül egy
mekkora legyen, menjünk biztosra. Ebben hiba nem lehet. Egy ekkora darabot vágunk le, egy picivel több mint 10 centi. És fogjuk a ellenállás húzalunkat, és ebből se semmi extrémet, csak ekkora hossz levágunk, és egy picit, szerintem én azért ezt kilágyítom, könnyebb legyen vele dolgozni. Lehetne szúrólanggal is, csak jelen pillanatban nincs itt ilyen alkalmatosság nálam. Úgy ez megvolt, és akkor más sem csinálunk, csak fogjuk ezt a üvegszálat, és tekerünk rá mondjuk egy laza ötöst. Alulról kezdtem. 2, 3, 4, 5, 6, 4, és akkor a másik oldaláról, ami nem olyan jól sikerült volt, azt szépen visszapontjuk. Ez meg is van. Fogunk egy pincúr-pincúr csavarhúzót, és a fenti bekötési pontokat meglazítjuk. Úgy. Szépen keresztbe fogjuk rajta az üvegszálat. És meghúzzuk a csavart. Egyik megvan. Másik is megvan. Szajlítsuk el. Úgy. És hogy legyen neki egy kis rés a levegő furatnál, így alulról szépen megtoljuk, megemeljük. Gyakorlatilag ennyi kell neki csak bele. Úgy eligazgatjuk az üvegszál fölött a tekerést. Ide vidékre ez jó lesz. Lecsípjük a maradékot. Úgy. És rátekerjük egy mehára, hogy nézzük meg, hogy hogy izzít. Nézzük meg. Tudom, mennyire látszik ez. Sajnos itt nagy a fény. Mindjárt állítok a fókuszon egy picit. Úgy, nézzük. Itt ez jó. Ezt azért zárjuk le. És most jön a lényeg. A belső kazánpalástot széttekerjük, csak a palást kell nekünk most majd. Fogom az üvegszálat, és csinálok rá egyik oldalon is egy ilyen felfele vezető hurkot, meg a másik oldalon is egy felfele vezető hurkot, és ezt fogom befűzni a palástba. Úgy. Ezt nyugodtan meg is húzhatjuk, és az alján eligazgatjuk, szépen letuszkoljuk az üvegszálat. Úgy, ne. Majd fogjuk ezt itt fönt, és kb. Idáig visszavágjuk őket. Egyik,
másik oldal, és ha ezzel megvagyunk, akkor szépen beletekerjük a kazánpalástba ezeket. Így. Csavarhúzóval még eligazgatjuk. Szépen látszik a tekerés. Adjunk a tekerésnek pár csepp likvidet. Csak azért, hogy ne szárazon égessük meg. Úgy. Jöhet a kazánpálás lezárása. És kezdjük el fölépíteni akkor a legónkat. Én most úgy vagyok vele, hogy először legyen rajta ez a fémgyűrű. Ide azért kell egy kis izommunka. Majd ezután legyen rajta ez a plexi. Úgyne. Ez is áll. Következő elemnek, bocsánat, csak elfelejtettem őket széttekerni. Következő elemnek legyen ismét egy fém palást gyűrű. Úgy. És lezárásnak jöhet a felső lezáró elem. Azt hiszem, hogy ez is olyan nehezen akar belemenni, hogy adok én neki egy pici likvidet a középső ógyűrűnek. Tényleg csak annyit, amilyen fecskendő külső részén egy cseppnek rajta volt, és így már könnyebb is, igen. Ez is megvan. Helyezzük rá a drippet. És fogjunk egy pici csavarhúzót. És csavarjuk ki a töltőnyílás hernyó csavarját. Vigyázzunk rá, ne hagyjuk el. Szépen fejjel lefele állítjuk, és azt még elfelejtettem mondani, hogy fejjel lefele állítva bár, de a levegőző csőnek is a csavarját csavarjuk ki, hogy a túlnyomás az ne itt csöpögtessen majd nekünk ki a likvidünket. Tehát miután fejjel lefelé állítottuk, fogjunk egy fecskendőt, és ha ez nagy, már pedig ez nagy, akkor sem esünk kétségbe. Akkor egy ilyen töltőcsőrrel szépen feltöltjük. Nem sokat, csak az íze kedvéért egy pár millit. Hogyne. Ezt a pici hernyócsavart visszarakjuk a helyére. Ezt kopra visszatekerjük, és most jön az, hogy beállítjuk a levegőzést, egy picit ki kell vennem a kamera alól. Na, ezt is beállítottuk. Megnézzük, egyáltalán füstöl-e.
Füsttől. Nézzük akkor meg élesben. Nézzük akkor, hogy muzsikál élesben. Először egy mehán próbáljuk ki. Nincsen semmi baj vele. Kicsit hangos, hallom, ahogy fütyül a szél, próbálunk rajta állítani. Hát ezzel sincs semmi gond. Attól eltekint, hogy egy kicsit fütyül. Nézzük meg, mert hála Istennek felhő fórumtárstól kaptam kölcsön egy eredetit, és mind a kettőben 0,1 ohm eltéréssel, de ugyanazokra az értékekre állítottam, két ugyanannyira föltöltött 18650-essel próbálom ki, a fekete a klón, a fehér pedig a eredeti. Ez volt tehát a klón. Nézzük meg ugyanazt eredetiben. Nagy különbséget nem vélek felfedezni a kettő között, úgyhogy térjünk csak vissza a klónunkra. Na jó, hát kicsit jobban fütyül, de hát talán azon még lehetne valamit esetleg alakítani. Mennyit mondtam? 16 000, ez meg 46 000. A füstjét láttátok, gyakorlatilag ugyanolyan mind a kettőnek, ízre is ugyanazt hozza. Kidolgozásában tényleg csak annyit tudok mást mondani, tehát hogy amiben másabb az eredetinél, hogy más a dripje, de kinézetre gyakorlatilag ugyanaz, meg egy picit talán jobban fütyül. Legyünk menők. Na, jó, megférnek egymással a számban is. Nézzük pro és kontra akkor. Pro. Szerintem szép a kidolgozása, ahhoz képest, hogy egy klónról beszélünk, és ezek az apró különbségek, hogy nincs az éle itt lecsapva, illetve más a drip tip, gyakorlatilag kívülről egy és ugyanaz, mint az eredeti. Hello, mi? Ér háromszor annyit? Hát ér mondjuk, de a finiselés is gyakorlatilag ugyanaz. Tehát, hogyha valaki mondjuk küszködik, mert valami tönkrement az eredetiében,
és venne egy ilyet azért, hogy legyen csere alkatrésze. Kipróbáltam, tökéletesen működik, a paláselemeket minden gond nélkül össze tudom tekerni, hát a felső elemet kivéve, ugye, tehát ott a drippel lesznek gondok, de a palástok, a belső kazántér, az állítócsavarok, a kollektortank, mindennel tudunk párosítani, és az, hogyha nekünk valami elemünk, vagy egy palástunk megsérült, akkor itt van remek alternatíva, 14-5-6 ezer forint, mondanám, hogy a hülyének is megéri, de bocsánat, de tényleg jó választás lehet. Negatívumként nézzük, hogy mik a negatívumai neki. Nekem nem tetszett, hogy a dripje, ez a nem szabványos valami, és csak egy ilyen kis átalakító gyűrűvel tudjuk az 5-10-es drippekkel használni. Nem tetszett még, de hát ez is csak ilyen kukacoskodó üzemmódba kapcsolt embernél veri ki a biztosítékot. Kisevert a biztosítékot igazán. Ez a Makrolon tank, ezt nem átlátszónak mondanám, hát azért a különbséget látjuk a kettő között. Nem átlátszó, inkább csak áttetsző, ez ilyen homokfúvott, vagy nem is homokfúvott, ha jobban megnézem, hanem mintha ezen is végigmentek volna egy eszterga késsel érintőre, vették és szépen végighúzták. Tehát áttetsző. Nagyjából lehet látni, hogy hol van a likvid, de tulajdonképp nem is lényeges. A füstje engem megvett. Azt azért érdemes elmondani, hogy kínai termékről van szó. Persze, amit nem Kínában gyártanak, az hamisítvány, de itt fokozottan és hatványozottan érvényesül az a tétel, miszerint lehet, hogy nálam pont egy teljesen jó és hibátlan darab van, és más nem érti, hogy ő miért szenved a sajátjával. Érdemes azért tisztában lenni azzal, hogy mondjuk nagy kínai oldalak, ahonnan lehet ilyeneket rendelni, azok hogy működnek. Ők leadnak egy tételt, és azt mondják, hogy ilyent fognak árulni. Erre van nekik X, 5, 8, 10, mit tudom is én, akárhány beszállítójuk. Egy picit mindegyik eltérhet így vagy úgy a gyártási eljárásoktól, a folyamataikkal, és ezért lehet minőségbeli különbség, meg hát mindenki beleszaladhat egy olyanba, hogy az övé pont itt rossz, vagy pont ott nem jó, vagy mondjuk, mint ez, hogy fütyül. De még itthon szépen fogja az ember, és felkeresi azt, akitől vette a hazai eladót, és leboltolja vele, mit tudom is én, 500 ezer forintos postaköltséggel. Hát azért Kínában ez jóval nagyobb gondot jelenthet bárkinek is, hogyha vissza akar küldeni valamit, és hirtelen meglepődik, mikor a postás kisasszony azt fogja mondani neki, hogy 6-7 ezer forint. Szóval érdemes ezt is szem előtt tartani, mielőtt azt mondjuk, hogy hát, de én ezt Kínából meg tudom venni, mondjuk a klónnak a 15 ezer forint, most kerekítsünk, 15 ezer forint helyett meg tudom venni 5 vagy 6 vagy 7 ezer forintért a felé. Igen, csak ezt is bele kell számolni, hogy mi van, ha gond van. Nagyon jó a füstje. Összegezném a véleményemet. Szerintem, hogyha valaki egy megfizethető áru alternatíváját keresi
az eredeti Typhoon-nak, és nincs rá anyagi fedezete, hogy 45 ezer forintot kiadjon erre az egyébként nagyon szép testre, kazánra, akkor én azt mondom, hogy bátran vágjon bele egy ilyenbe. Nekem megvan a véleményem a klónokról. Erről is én azt mondanám erre, hogy ezt én, amit a kezemben fogtam és használtam, ezen semmit nem módosítottam, semmit nem mókoltam, kivettem, kipucoltam, beüzemeltem, és azóta is legnagyobb örömömre használom, és hogyha hozzáveszem az árát, ugye, akkor tényleg nem tudok jobb dílt, ami mostanában a piacon van, és ennyire hasonlít az eredetihez. Aki ezekkel az esztétikai hibákkal, amit mondtam, hogy fütyül egy picit a levegőzőcsőnél, vagy azzal meg tud békélni, hogy ez nem az a menetes 701-es csatlakozó, hanem egy nem szabvány drip, akkor azt mondom, hogy nyugodtan vegyétek, mert tényleg hozza azt a kazán élményt, amit elvárunk egy ilyentől. Tehát klón. És eredeti. Döntsétek el, mindenki válasszon vérmérséklete szerint. Én azt mondom, vegyétek bátran. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok!